Sziasztok! Ez itt a 2019-es Makot, immár a negyedik magyar kalandmotorosok országos találkozója. És hát picit be van borulva az ég sajnos, de nem baj, ez nem akadályoz meg minket KTM-eseket, hogy már is szereljünk. Már megy a reszeléskor a reggel. Mi is történik itt? Előkészítjük, hogy jobban fogjon. Vasallia. Túl vastag a fékbetét, és muszáj egy kicsit visszakoptatni, hogy beférjen az Adventure-nek a hátsó fékébe. De most már fér? Igen, befér. Na, megoldva. KTM-es zászló is lassan felkerül a fa tetejére. Nézd már, a szemtelen Yamahás oda állt elénk. Szép KTM-eket eltakarja. Na, told már a szekeret. Mindjárt fölborul magától. Mi volt ennek a helynek a neve? Tardosi Malomvölgybe. Hogyha erre jártok és akartok jó hekket enni, akkor meggondolandó. Nézzük végig, mi van itt. 1190, 990, 1290, meg két darab 790-es közülött az egyik, meg ERS. 950, 1050, 640, 990, 690, ez a Gerion Tour 690-es idomos gépe. És igen, ezen a kalandmotoros találkozón ilyen anomáliákkal lehet találkozni, mint például Gerivel, aki, ha jól tudom, egy pár hónap alatt 31-2 országot már bejárt. Ő úgy döntött nemrég, hogy felmondja az albérletét Bécsben, vett egy 690 Enduro R-t, rakott rá egy ilyen Evo 1-es rally felépítményt, és azóta ő minden nap máshol lakik. Járt már a Balkánon, Isztambul környékén, elment Európa legészaki pontjára, a Nordkapra. Bedobom a leírásba a Facebookját, csekkoljátok le, mert tök jó írásai vannak, meg tök jó képeket tölt fel. YouTube csatornája nincsen, de ki tudja, lehet, hogy még később elkezd valamit. A Makotot egyébként minden évben ilyen szezonzáró per nyitó rendezvényként szokták megszervezni, ilyen szeptember környékén. Ilyenkor összegyűlik egy rakás kalandmotoros, megosztják egymással a tapasztalatokat. Kivonul egy pár nagyobb stand, mint például a kékhold.hu, kint van a KTM, Yamaha, Continental. Kihoznak egy-két termékmintát, a KTM például hozott ki 790-es tesztmotorokat. És ez egy ilyen péntek este érkező, és szombaton programok vannak, sátrazni lehet. Van természetesen ilyen nagy endurós tereptúra, meg aszfaltos túra is. Meg az idén volt természetesen vezetéstechnikai tréning terepen. Én ezen sajnos nem vettem részt, nem tudok róla nyilatkozni, mert eljöttünk helyette hekket zabálni. De állítólag azért lehetett új dolgokat tanulni. Tarján mellé ide az ifjúsági táborba, ahol a Makot van, mi is kivonultunk így az Adventure-ökkel. Itt van a két tesztmotor, itt az RS, itt meg a sima 790. És itt a táborunk a stand mellett természetesen. Szép 600-as tenerék, rengeteg szép nagy túrenduró, ez se rossz. Kékhold is ugye kivonult, ahogy beszéltem már. Piaggio Vespa, Aprilia, itt egy Moto Guzzi. És ha már ennyi kalandmotoros összegyűlt, akkor azért elkerülhetetlen, hogy lemenjünk egy picit terepre. Eddig minden évben Makoton volt tereptúra, amit szerveztek, ugyanúgy, ahogy aszfaltos is. Most azzal a különbséggel, hogy délután indul, tehát délután 5 óra van. Mondjuk nem is baj, hogy ilyen későn indultunk, mert eddig kb. Esett az eső. És most csak elméletileg 2 óra lesz, mert fülest kaptunk arról, hogy a környéken kivonultak a vadászok lövöldözni. Igazából mindegy, így jártunk, de én annak örülök, hogy legalább ez a 2 óra összejön. És találkozunk az első nagy sárral. Én szerintem ebbe úgy, ahogy van, belemegyek telibe mindjárt a sűrűjébe. Szerintem megpróbálom. Azt rohadt, de mély volt, bassza meg. Hoppa, hoppa, hoppa. Attól függetlenül, hogy éppen esett az eső, még mindig por van, szerintem nem esett. Majdnem letépte a GoPro-t a sisakomról ez az ág. Szóval szerintem csak simán nem esett annyi, hogy elmossa ezt a port az útról, és csak a legfelső réteg ázott meg, alatta meg, még mindig száraz. De jó kis terep ez egyébként. Tök jó, tetszik, hogy így összeérnek a fák, meg van lejtő, végre meg van sár. Meg ázott a föld, és nem csak homok van, mint az alföldön. Ez minden szempontból egy üdülés nekem egyébként ilyenkor, amikor kijutok a pusztáról, mert ugye az alföldön 150 km minden irányba sivatag van gyakorlatilag, homokutak vannak. De legalább nagyon jól meg lehet tanulni homokon motorozni.
Na mindegy, elvonatkoztatva ettől, sosem terepeztem még itt a Balaton felvidéken, vagyis hát nem is a Balaton felvidéken, hanem inkább itt Tarján környéke, ugye? Tatabánya Tarján. Egyelőre kifejezetten tetszik, még hogy csak ilyen csipke bokor. Nézzetek, milyen barnás fekete az egész mező. Rengeteg leszáradt napraforgó. Közelebb megyek hozzá, akkor olyan tütökészvédőmön, hogy majdnem ketté töri, úgyhogy inkább tartom a tisztes távolságot. Nagyon érdekes, messziről olyan, mint hogyha szántóföld lenne, aztán közben meg nem. Az ott az Apple szikla, és oda fogunk úgy oldalról szépen fölmenni, hogyha minden igaz. Sajnos nem hoztam a drónt, pedig a tetejéről biztos jó felvételeket lehet is járni. De nem baj, hogy még lehet, hogy ránk is sötétedik, mire mindenki felszenvedi magát, bár ezt érdekes lett volna a levegőben lefilmezni. Úgy csak ne lenne ilyen por, ennek a rengeteg löszhomoknak nem sokat ártott az eső, úgy látom. Na, ott vagyunk már. Mindjárt felérünk, úgy látom, jó lesz a kilátás innen föntről. A kamera nem fogja visszaadni egyébként, hogy ez mennyire meredek, de egy ilyen folyamatos ilyen 25-30%-os emelkedő van azért. Hogy folyik le a víz ezen a földúton, azért van ám nyomvájú rendesen. Egyesben túl nagy a fordulat, kettesben meg túl alacsony. Hoppá, minden okés. Jó vagy? A nyomvájúban én is majdnem takartam egyet. Na, el tudunk itt indulni. Menni fogok. Uha. Na, én oda azért fölmegyek. Lackó, csak fölmegyünk, nem? Elkapsz a leesek, gyere utánam. Nekem itt pont jó lesz. Erre jövök. Szerintem nem erre kellett volna. Hanem ott oldalt, nem? Visszaereszkedsz egy picit? Várjál, erre oldal gyere, itt relatíve jól föl lehet jönni. Azaz! Ha már fölfelé nem sikerült, azért lefelé megpróbálunk elesni. Vagy nem, remélem nem, bakker. Csak baloldalra ne zuhanjak le szakadékba. Mász ki, ez kurva meredek és nem ér le a lábam se. Hogy megyek én itt le? Nagy gázzal, mi? Persze. Ó, faszom. Pofára esek, mint a rohadt élet. Jó. Be vagyunk itt ragadva a hegy oldalba. Menjél már, Laci! Menjél innen! Basszalak meg a teneréddel. Bepofátlankodik ide a KTM-esek közé. Aztán megcsodálkozik, hogyha szívjuk a vérét. Makotra visszatérve egyébként, hogyha lement ez a tereptúra, akkor most visszamegyünk, kapunk egy jó kis vacsorát, és akkor utána megjön igazából a bandázás. Vannak ilyen előadások, ahol PowerPoint prezentációkat, vagy ilyen videókat vetítenek le, különböző kalandokról úgymond, volt, aki Albániában járt, volt, aki Angliában járt. Természetesen ezt a nagy endúrós kalandmotoros témát követi az összes előadás, tehát terepezésről szól. Geri is vadni fog elő, aki gyakorlatilag egy bécsi magyar srác, aki fölmondta az albérletét, fogta magát és elindult egy ilyen világ körüli, bár egyelőre még csak Európa körüli útra. Ő is elő fogja adni a kalandjait, pár fotóval megspékelve, kíváncsi leszek nagyon az előadására. Geri, előre mondom, hogyha nem lesz elég szórakoztató az előadásod, akkor egy csillagot fogok adni az oldaladnak, és odaírom véleménynek, hogy nem ízlett a kaja. Emellett pedig létezik egy olyan kezdeményezés itt az endúrósok részéről, hogy Trans Euro Trail, vagy Trans Euro Trail, avagy TET rövidítve, ez egy összekötött, egységes ösvény egész Európán keresztül. Gyakorlatilag ez egy ilyen endúrós útvonal, ahol minden országból kaphat egy kis ízelítőt a motoros, ugye a legszebb tájakból. És csak egy példát hoznék fel például a román TET-ből, ami szerintem mindenkinek elég meggyőző lesz. A Transfogaras és a Transalpina hágó közötti részt is összeköti, természetesen földúton. És végig megy a Kárpátok tetején egészen körbe. Hát például a román TET az elképesztően gyönyörű, nagyon szeretnék a későbbiekben eljutni oda, talán jövő nyáron, amikor volt már egy kis szárazság, hogy
felszívja az erdőből a sarat, meg akkor az is lehet, hogy egy ilyen 4-5 éjszakás sátrazós, medveölős, nomád, romántett túrára elmegyünk. Ti is le tudjátok ezt csekkolni, le tudjátok tölteni az útvonalakat, transeurotrail.com vagy valami ilyesmi. Google-be beírjátok, akkor biztosan kidobja. Láthatjátok a teljes Európa útvonalat, meg fotókat. Nagyon király dolog, nagyon tetszik nekem ez a kezdeményezés. És a lényeg az, hogy ma este a magyar TET-nek az úgynevezett linesmanje, tehát aki csinálja az útvonalat, ő fog előadni, hogy hogyan is haladunk itt a magyar oldalon ezzel az egésszel. És hát mindjárt visszaérünk a szállásra, úgyhogy köszönöm szépen a türelmeteket, és hogy végignéztétek ezt a videót is. Remélem, hogy azért ma is tudtam valami érdekeset mutatni nektek, hogyha a későbbiekben is szívesen néznéd a videóimat, akkor esetleg iratkozz fel, vagy ha úgy gondolod, hogy megérdemlem, akkor dobj egy lájkot a videóra. És így a végére még azért hadd jegyezzem meg, hogy rettenetesen hálás vagyok a Patreon támogatóimnak, ugyanis az ő hozzájárulásuk nélkül valószínűleg nem tudnék részt venni ezeken a rendezvényeken, hanem mondjuk azzal tölteném az időmet, hogy pénzt keressek. Viszont is látszok, lehetővé teszitek, hogy ezt az időt kiváltsam, amit ezekkel a lehetőségekkel utána ki tudok használni. És természetesen így tudomást szerezni újabb programokról, újabb útvonalakról, újabb érdekességekről, amiket persze nektek is meg tudok mutatni. Na jól van, srácok, befejeztem a nyáladzást. További szép napot mindenkinek, menjetek el ti is motorozni. Szevasztok!